Az összefogás a jövőért a Berettyóújfaluban faluban és a környező településeken mély szegénységben élők integrációjáért projekt nehéz, nagyon összetett, de rendkívül eredményes és sikeres program volt. Ezekkel a gondolatokkal kezdődik a program záró konferenciájára készült kiadvány, melynek lapjainak tanúsága szerint valóban egy valós tartalommal megtöltött 3 éves munkán vannak túl. Muraközi István polgármester azt is hozzátette, megérte az unió támogatása, mely a támó pályázati rendszerben 170 millió forinttal járult hozzá a segítségnyújtáshoz. Amikor 3 évvel ezelőtt, 2012. márciusában elindult ez a program, akkor úgy fogalmaztunk, és a mai nap is azt fogalmaztam meg, hogy egy kíváncsisággal vegyes szkepticizmus van az emberben, hogy milyen eredményt fog tudni egy ilyen projekt elérni, amiben azt gondolom, hogy elég sok forrás van, viszont nagyon sok munkával és tartalommal kell megtölteni, hogy a végén elégedett embereknek a sokasága legyen egy záró projekten. Azt gondolom, hogy az a mérhetetlen mennyiségű munka, amelyet a projekt előkészítésében, kivitelezésében, a projekt menedzserésében kollégáink végigvittek Kisné Pásztor Irmus vezetésével, azt gondolom, hogy példaértékű. A mai napon ugye a zárásként rengeteg sok számot hallottunk, hogy hány programot, 300 fölötti program, 500 fölötti szakembernek a bevonása. Ez mind azt jelenti, hogy nem csak ki akarták pipálni, nem csak meg akarták valósítani ezt a projektet, hanem valóban tényleg az itt élő embereknek olyan élethelyzeteket akartak produkálni, hogy kiszakadva a mindennapjaik problémáiból valami többet, valami jobbat kapjanak az élettől, mert azt gondoljuk, hogy ahogy a célcsoport, ugye a mély szegénységben élők, akik már több mint 3 éve kiszakadtak a munkavilágából, 8-9 osztályt tudtak elvégezni, nekik valami külső segítséget adni kell. Viszont a benne dolgozóknak a áldozatos munkája nélkül mindez semmit sem ért volna. A mai napon láthattuk azokról rendezvényekről képeket, a táborokról, ki mit tudokról, települési bemutatókról, hogy nagyon jól sikerültek, és több ezer ember tudott megmozdítani. Azt gondolom, hogy ez a siker, és itt egyre gondolunk, hogy ez a projekt igaz, hogy most záródik, de bízunk benne, hogy a döntéshozók fontosnak tartják azt, hogy ez folytatódjon, és a következő Európai Uniós pályázati ciklusban lesz hasonló tartalmú kiírás, hogy ez a munka ne maradjon abba, hanem csak most szüneteljen, és újult erővel, még több ember bevonásával eredményes munkát tudjanak végezni. A rendezvény résztvevőit köszöntő országgyűlési képviselő azt mondta, Berettyóújfalu város önkormányzata és a Bihari Szociális Szolgáltató Központ programja szervesen kapcsolódik a kormány jövőbeni terveihez. Vitányi István úgy fogalmazott, a fő cél, hogy a mély szegénységben élőket kiemeljék. Úgy látja, hogy igen heroikus munkát végeztek a pályázatban dolgozók. A 2012-ben indult projekt záró rendezvényének helyszínén a Kultúrház Színház termében több előadáson keresztül ismerhették meg a program 3 éves szakmai munkáját. Ez egy kísérleti program volt, 25 ilyen program ment az országban, ma már amilyenk működik egyedül. 6 település vesz részt, Berettyóújfalu, Gáborján, Esztár, Kismarja, Nagykereki és Mezősas a programban. A pályázat megfogalmazása 2010-ben történt, amikor a készítők Varga Józsefné, a Bihari Szociális Szolgáltató Központnak a vezetője, illetve Kovács Lászlóné, a Berettyóújfalu önkormányzat iroda vezetője, személyesen mentek és végeztek szükséglet, illetve igényfelmérést a településeken. 87 főt vont akkor be a programba. Tehát nem egy pályázatíró cég készítette a pályázatot, hanem valós szükségletekre épült, és talán ez az, ami a legnagyobb erősségét adta a pályázatnak. A pályázati kiírás tartalmazta a 3 célcsoportot, hogy kik vehetnek részt, tehát ugye ebből az első célcsoport volt, akik legalább 3 éve munkanélküliek, vagy legfeljebb közfoglalkoztatásban vettek részt, alacsony iskola végzettséggel rendelkeznek, vagy elavult szakmával, illetve aktívkorú aktívak, vagyis munkanélküliek. Ők voltak az első célcsoport, a második célcsoportba tartoztak az akcióterület településein lévő önkormányzatok, intézmények, oktatási, szociális, civil szervezetek, egyházak, egyebek dolgozói, aktivistái, önkéntesei, segítői, és a harmadik célcsoportba pedig tulajdonképpen a települések lakói és a kistérségi társulás tagjai. Nyilván a különböző célcsoportoknak
Kutatónak más volt a szerepe. Elsődleges célcsoportnak nagyon fontos volt, hogy segítséget nyújtsunk abban, hogy kommunikációs készségük, önismeretük, önbizalmuk erősödjön, növekedjen, és ezzel a szerepük is megváltozzon, tehát merjenek kezdeményezni, merjenek részt venni. Ez a legnagyobb sikere a programunknak. Az integrálás is nagyon jól sikerült, mert teljesen mindegy, hogy melyik célcsoportból származnak az emberek, vagy hova tartoznak, közösen szervezik a településeken azokat a programokat, amelyekre helyben igény van, egyformán vesznek részt a megvalósításában, tehát elindult a közös gondolkodás, elindult az a közös megvalósítás, amelyet önmagukért tesznek. Különösen fontosnak tartom ezt kiemelni, hogy mindegyik településen két-két fő került bevonásra, úgymond az aktivizálható emberek közül, hiszen az a 3 éves program, amelyik most a végéhez közeledik, így nem fejeződik be. Mindegyik településen ott maradnak ezek az aktív és most már ismeretekkel, tapasztalatokkal felruházott emberek, és a településeken őket már úgymond jegyzik is, tudják, kihez kell fordulni, ha valamit szeretnénk. Az, hogy a 3 terület együtt végezte a munkát, a szociális, a területfejlesztés és a közösségfejlesztés minden településen mély nyomokat hagyott és eredményeket ért el. A pályázatban előírtak alapján minimum 15 darab rendezvényt kellett megvalósítanunk a 6 település nézve a közel 3 év alatt. Ennek ellenére 384 darab rendezvényt tudunk magunk mögött. Településeken az utolsó 1 évben az önkéntes munkások segítségével, valamint az ott élő embereknek a igényével sokkal-sokkal több rendezvényt tudtak megvalósítani. A programunk egy kísérleti jellegű program, ezért ez belefoglaltatik abban is, hogy anyagi juttatást nem tudtunk ezekhez a pályázatokhoz hozzátenni. Nagyon kis eszközigényt, vagy nagyon kis induló dolgokat tudtunk biztosítani. Ez inkább az volt, hogy a településeken lévő rendezvényeknek tudtuk lefoglalni a termeket, vagy tudtuk esetleg a sportpályákat is igénybe venni. Minden egyéb hozzájárulást a helyi emberek és a helyi közösségek adtak hozzá munkájukkal és egyéb dolgokkal. Több 100 embert érintettünk meg településenként. A nagyobb rendezvények volt például a helytörténeti kutatásokon alapuló helyi bihariki mit tudok, valamint sikeres életű pozitív példák rendezvénysorozatok, aminek szintén itt Berettyóújfalban volt a döntője, ami hatalmas siker volt. Közel 500-an vettek részt. Minden programunk, ami az utolsó évben valósult meg, ott már a helyi önkénteseink, valamint az önsegítő csoport tagjaink vettek részt. Nagy hozadéka a pályázatunknak, az önsegítő kluboknak a tovább menetele, hiszen ezek már nem klubok lettek, hanem kis csoportok, amik a településen lévő programokat, kulturális rendezvényeket szervezik és meg is valósítják. Sok esetben mi már vendégek vagyunk, és ennek nagyon örülünk, hiszen a célunkat elértük. Hogyha a pályázatnak vége, legyen olyan szakmai megvalósító csapat, ami tovább viszi a mi programunkat és rendezvénysorozatunkat. 3 év alatt, igaz, hogy kevesen dolgoztunk a programban, 7 fő foglalkoztató kollégánk volt, szociális mentor, egy projektmenedzser, egy szakmai vezető, egy külső szakmai tanácsadó, gazdasági tanácsadónk, a közösség és a területfejlesztő kollégánk is. A pályázatunkba 20 szakember kellett volna bevonnunk, és 595 szakmai koordinátor vagy szakmai munkatársat tudtunk megszólítani, akik valamilyen szinten vagy segítették a munkánkat, vagy valamilyen őket építő tréningekben, tevékenységekben vettek részt. A programhoz kötődik a Berettyóújfaluban létrehozott civil udvar is, melyet az itt működő és tevékenykedő civileknek alakítottak ki a volt Kiselzett udvarán. Berettyóújfaluban volt a legnagyobb probléma, az ifjúsággal kapcsolatos probléma, hiszen nagyváros lévén a kulturális programok nagyon színesek, és nagyon sok program van. Az ifjúságot nagyon nehéz megfogni, hiszen Berettyóújfaluban, az iskolákban ugye több településről is jönnek be gyermekek, de mindenképpen ugye a térségre szabottan szerettük volna ezt megoldani, és ezért előbb konferenciákon igényfelmérés szintjén mértük fel, hogy mit tudnánk rajtuk segíteni, és persze azt a célcsoport is így sikerült bevonni. Tehát nem csak az aktívkorú inaktívakat tudtuk bevonni a pályázatunkba, hanem az ifjúságot is. Rajtuk keresztül indult el egy kezdeményezés, a helyi civil udvar nevű kezdeményezés, ahol azóta nagyon sok civil szervezet vesz részt, minden korosztályt megszólítanak, nyitottak, és várják a jelentkezést, vagy az érdeklődést továbbiakban is.
A pályázat tehát a tervezethez képest 300%-ot meghaladóan túlteljesített. 306 főt vontak be, és 205 személynél sikerült elérni valamilyen tartós eredményt.